Továbbra is foglalkoztatja a külföldi sajtót Schmidt Pál doktori disszertációja. A Német Die Welt szerint most már Magyarországnak is megvan a saját plágium botránya. Az amerikai Wall Street Journal pedig azt emeli ki, hogy a köztársasági elnök az internetezők kedvenc céltáblája lett, miután kiderült, hogy doktori dolgozatának jelentős részét másolta 1992-ben. Schmidt Pál visszautasította a lemondást, miután hírnevet csorbát szenvedett azzal, hogy egyeteme megerősítette, doktori dolgozatának jelentős részét másolta 1992-ben. Így foglalta össze a magyar államfővel kapcsolatos friss eseményeket a Wall Street Journal amerikai üzleti napilap európai kiadása. Az államfő, olvasható a cikkben, az internetezők kedvenc céltáblájává lett, és olyan képletekkel gúnyolják, mint például a PH plusz D egyenlő CTRL plusz C plusz CTRL plusz V. A Wall Street Journal utalt azokra a korábbi esetekre is, amikor Schmidt Pál hivatala, vagy maga a köztársasági elnök nyelvtani hibákat követett el nyilvánosan. A Die Welt német konzervatív lap vélemény rovatában megjelent írás a magyar köztársasági elnök teljesítményét 5-ösre, vagyis a második legrosszabb jegyre értékeli. A Reuters pedig arról ír, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik Schmidt Pálra annak érdekében, hogy az államfő mondjon le. A brit hírügynökség azt is hozzáteszi, hogy tavaly két német politikus, köztük a védelmi miniszter mondott le hasonló vádak miatt.